Na, hello, mit vagyok már spanyolba? Jó postás gönzbe tudom, mindegy, lényegtelen. Lerakóról jövök, aztán megyek a felrakóra, csak... Van még 4 órám, aztán mondom, keresünk valami boltot. Ja, nagyon nem keresni nem kerestem. Ugye buszon nem nagyon tudtam kihozni semmi kaját. Kint kellett vásároljak. Azt hallod? Itt jövök a pályán, mint a jó gyerek a többi kamionnal, és akkor figyeld, lenézek, Mercadona. Hó, mondom, hát itt kaja lesz. Lehúzom az ablakot, kiszagoltam, hoznál kaja. Már néztem is az első lehajtót, ahol le lehet menni, már tekertem is ki jobbra. Nézem, tele van körforgalommal. Jó, mondom, el is téveztem, vagy valami tiltás van, meg tudunk fordulni, aztán visszajövök fejbe az izéhez. Felhajtóhoz, mert itt néztem, hogy itt egy faszán meg lehet állni. Jó böszme széles utca. Meg nézd meg, milyen széles a parkoló. Kamion lazán befér. Úgyhogy hát én is egy jó messze álltam meg a patkától, de még legalább ugyanennyi van a vonalig, úgyhogy nincs gáz. De nem terveztem meg semmi, lejöttem. 4-5 körforgalomon keresztül jöttem. Ha mondom, itt volt a pálya mellett, nagyon eltéveszteni nem lehet. Ezt ennyi. Úgy megtömtem a tűtőt, hogy... Tűtőt? Azt, a tűtőt. Szóval úgy megtömtem a hűtőt, mint az állat. Ez ilyen csokis puding, ebből is volt. Hát még vaníliás volt, meg ez. Talán egy peres, de nem vagyok benne biztos. 8-as pak, hallod? 1.40 volt. A hülyének is megír. Nem, amúgy. Csak azért vettem, hogy finom. Amúgy nem éri meg, mert hízlal. De nekem meg nem baj. Na. Postás gönz, igen, azt már megszoktátok. Többször mondtam, ebben rakodunk, erre van tervezve. Na. Na. Ezt egy alkoholos törlőkendővel mindjárt elpucoljuk. És azon gondolkozom, hogy visszamegyek még tejért. Kéne, de mi az, hogy nem csináljak én következő 2 hétben, vagy 3 hétben 12 liter tejjel? Annyi azért nem kéne, mert ilyen 6-os pakkot vettem a Transmárba, most itt megint csak 6-os pakkot lehet kapni. Ilyen 4-es nincsen ebből sajnos. Hát ja, még lenne mit vásárolni, úgyhogy megyünk vissza. Nem viszem be, mert nyüglődnek érte, hogy... Ne videózzá! Na, majd jövök megint. Na, akkor meg volt a bevásárlás, azt elmegyünk felrakodni. Most fixáltam oda az ablakra a kamerát, mert már itt összehányjátok nekem az egész szobát a fejkamerás felvételektől. Úgyhogy... Ne érje szó a ház elejét. Méter múlva a körforgalomnál déljen jobbra első kijárat. Majd hajtson fel az autópályára. A körforgalomnál déljen jobbra első kijárat. Majd hajtson fel az autópályára. Ó, te fiú! Jó, dzsúvás, mocskos a környék, az biztos. Hát épp ugye elfértünk. Zseniális, de elfért az a lényeg. Dzsúvás, mocskos, koszos a környék, mert konténer az nincsen itt a környéken sehol. Ahova az ember ki tudná dobni a szemetét, mondjuk ott van 2. Én is kidobhattam volna megint. De hát mindegy. Azért ez undorító, szerintem elég paraszt dolog a szemetelés. Így rövid véleményem szerint. Tök derék baszki, hallod? Ha akarné se tudnék mit csinálni, nem félek el ebben a sávon. De bízom benne, hogy azért lehet hallani, amit mondok, mert azért üvöltözni meg nem akarok. Tegy magam. Így is elég hülyének néznek, hogy magamba beszélek egy üres autóban. Igaz, nem te? Na, úgyhogy ezt a boltot is elmentettem akkor. Úgyhogy itt mentem le egyébként itt jobbra, azt itt, ami itt volt párhuzamosan, ott az autópályával. Ott mentem el.
Hát volt vagy 3-4-5 körforgalom, értelemszerűen be kell venni, aztán én. Akkor elmentettem. Ó, nem nagyon. Elmentettem, na kimondom, 27-ére is azt a kurva boltot. Úgyhogy legközelebb már tudni fogom. Életemben nem jártam még erre, de nem tudom, mi szükségem lesz nekem erre a boltra, de sosem lehet tudni.
kéne hajtani az autópályáról, de ilyennel nem foglalkozunk. Az igen. Na jó, kihalt egy ipari park kezdte. Na veri a pokorat. Tehát meg az utat. Hát itt van egy-két cég. Ezt a címet kaptam, úgyhogy megnézzük, mi itt a helyzet. Itt is már kilóg a bokor az útra, de itt még azért egész istenes. Igaz, hogy csak a falevél a jár, de hát nem úgy nem értek. Baszki. Ott volt egy BMW az utcában, azt ennyi. Hallod? Hát én nem elmegyek, én itt nem fogok éjszakázni. Attól függ, milyen gyorsan rakták az autót. Ott van Gefko, ez az jó. Ó, baszki, gondoltam, hogy itt megtere lesz. Ide kamionnal, jó, hát akkor építsetek egy nagyobb parkolót ide. Szóval már nem állok meg itt kamionnal, jó? Köszi. Hátul is megállhattam volna, csak hát Spanyolországban nem szívesen állok meg itt hátul. Úgyhogy nem vagyok szem előtt. Ugye itt van balra a nagy pusztaság. Itt egyik cégnek sincs bejárója. Nem mondom, megállunk ott, ahol tegnap délután váltunk a lakodást. 200 méter múlva a körforgalomnál térjen jobbra, első kijárat. Az a biztos. Na és hát az sem biztos, de hát lerabolják az üzemanyagot. A körforgalomnál térjen jobbra, első kijárat. Jó, hát itt is lett volna helyedet. Még ez jó lesz, hogy nem ilyen népszerű ipari park, mert itt aztán annyi hely van, hogy
vonat, második kijárat. Megyünk fölfele Madridba.